Aloha! Kellemes hannoveri napot kívánok mindenkinek! Bizonyára sejtitek, hogy miért így köszöntem be, ugyanis szerdai frissítés van, és új hannoveri pacikat köszönhetünk a játékban. Ennek köszönhetően ide-oda, jobbra-balra fogunk cikázni, és először a borászatban megyünk. Nem tudom, hogy melyik ló hol van. Azt tudom, hogy egy van a borászatban, Pinta erődben van egy sárga, azt hiszem, és Golden Hillben van valamelyik. Fekete vagy szürke, nem tudom, hogy melyik lesz az. De most először a borászatba megyünk, utána elmegyünk Pinta erődbe, és Pinta erődből megyünk el kompal, hogyha el tudunk menni. Igen, csak én lehetek ilyen... szerencsecsomag, hogy... a rohadt meleg ellenére én még itt elnézegetem a monitoron, hogy a karakteremen full fekete cucc és ilyen kabát van. Tehát csak én vagyok ilyen gyökér, ezt gondolom ti is elismeritek, de nem baj. Nem baj. Egyszer-egyszer megtehetem, nem? Na. Aha, szóval itt van a fekete. Hannoveri paci! Jaj, csak nem látom. Jaj, de rossz ez így. Nem rossz, nem rossz. És egyébként már meggyőződésem, hogy két ló között fogok vacilálni. Na, megbeszélek tanulni most már. Na igen, 890 SC-be kerülnek, és most valamit magyarázott az SSO, hogy a szintkorlátokat egy kicsit megszórakázzák. Igen, ezt jól elmondtam, megszórakázzák. Mi azt tudom ezt, hogy megszórakázzák? Na mindegy. Szóval, most azt fogják játszogatni. Igen, ő a hannoveri paci. A fekete, bocsánat, fekete. És akkor most itt tovább megyünk itt Pinta erődbe, amint ki tudok innen mászni. Megnézzük a szürkét. Ja nem, a pej van ott, oké. Okay. Na mindegy, szóval kitalált az SSO, hogy amit Pintába tesznek, mint például most ez a ló, azt szépen levitték a szintkorlátot egyesre, és három vagy négy hét múlva kiveszik a szintkorlátot, és átrakják a lovat máshova. Na most én ennyit szűrtem le belőle, de a biztonság kedvéért azért nézzétek meg ti is, hogy szoszi van, tehát hogy jól mondtam, mert amúgy fogalmam... Ja, értem már, tehát több lovat is ide tettek? Vagy... Ja, jó, én egy kicsit irányt évesztettem. Itt kicsit átrendezték itt a dolgokat, és ide tették a hannoverit. Ajjajjaj, gyerekek, ez így nem jó. És egyébként igaza van a csajszinak. Ó, Timi, bocs, nem láttalak. Timinek igaza van. Tiszta angol telivér amúgy. Szerintem, de még egy a mozgása is, meg ugye minden. Jaj, gyerekek, hát én nagy dilemmába leszek. Most nem tudok dönteni a fekete meg a pej között. A szürkét nem fogom megvenni, szerintem. Na jó, van, lemegyünk a komphoz, megnézzük, hogy ott mi a situation. És hogyha nem tudunk komppal menni, akkor elmegyek a jutóval, losállítóval. Kíváncsi leszek. Jaj, látom, most elég sokan vannak fönt, mert akad egy picikét a gépezet. Na, kíváncsi vagyok. Hogyha nincs itt senki, beszart a rév? Ja? Ja, izé, zsarlába megy a komp. Akkor szerintem elmegyünk izéval, lusta vagyok várni. Elmegyünk lószállítóval. Oppá, levertem a töltőt, az baj. Nem baj. Nem volt felrakva le semmi. Ú, de szétjött a hajam. Te jó Isten. Na mindegy. Na akkor Golden Hillből újra jelentkezem. Na lássuk, itt is vagyok. Aha, szóval te vagy a szürke. Értem. Egy bajom van vele. Az, hogy, és ez a pejre is vonatkozik, hogy nagyon el... Hogy mondjam? Nagyon eltűnik, ilyen, tehát nagyon szembetűnő a sörénye, hogy ilyen nagyon... Na. Tehát nem tudom, nekem ez az egy bajom van vele, szóval a szürke az nekem mindentől így egy felejtős dolog, és szerintem a pej is. Mondjuk belegondolok, most logikusan nézem a dolgokat, azért vagyok dilemmába, mert fekete lovam is idézőjelesen elég kevés van, mert van ugye a lipicai, van ugye az a kékes frízem. Most a fekete lovakhoz nem sorolnám be a sport frízt, amit vettem, a potyosát,
És szerintem nincs is másik fekete lovam. Legalábbis nem nagyon. Meg hát ugye ott a foltos izlandi, de hát az se full fekete. Szóval szerintem ebből, nem tudom. Szerintem én ebből csinálok egy feketét, mert... Szerintem. Legalábbis gondolkodom rajta, mert később még úgy is fognak behozni szerintem új színeket, és lehet, hogy lesz egy hasonló. Mert megint lehet, hogy megint úgy fogok... Niki pont jókor jöttél. Nem rossz, nem rossz, de... De hát... inkább a fekete. Nem tudom, nagyon furcsán elütt nekem a sörénye. Lehet, hogy ez az én bajom, de nem tudom, nem érdekel. Én megmaradok a feketénél, mit szóltok hozzá. Úgyis régen vettem már fekete lovat. Úgyhogy, ja. Nem baj, megvesszük. Megvesszük, nem húzzuk a szánkat, jó lesz ez. Nagyon jó lesz az így. Úgyis fú, fekete szedbe vagyok, úgyhogy ennek örömére fekete lovat fogok venni. Szóval is, Zsanni, ha mi van veled? Mindenhol összeakadok veled, úgy tűnik mostanság. Na, öppölött tetszik. Nála nem bánom, hogy elüt. Nem is üt el annyira. 890 söccö, és még mindig van kb. 2 lóra pénzem. Na, neki valami sötét nevet adunk. Olyan sötét, mint én. Na. Nézzünk valami jót. Crown Hill. Nagyon jó név, én ki se tudom ejteni. Nem baj. Nekem tetszik az a lényeg, úgyhogy megvesszük. Na. Lássuk, és akkor megint jövök majd nektek egy ilyen kis összefoglalóval a nézéséről, meg a járásáról, csak előtte visszaugrom érte a istállóba. A istállóba. És akkor megnézzük a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását is, már hogyha van csípőjének a ringása. Ó, hát meg mit hagytam el? Ezt a múltkor sem mutattam meg nektek, bánom is. Mindig elfelejtem egyébként. Úgyhogy legközelebb, most felhatalmazlak titeket, legközelebb, hogyha közeledik az új ló, akkor videó, valamelyik videó alá kommentbe lehet írni, hogy a lónak a sörényét mutassam már meg, mert mindig elfelejtem rendszeresen. Mindjárt előhalászom, csak rohadtul nem tudom, hogy egyáltalán hova tettem, mert szerintem a legelőm van. Na, kimenjen, te mész. Hát drágaságom, sajnálom, de most te mész. Gondolkozok, hogy most meghagyjam-e így a sörényét, de valószínűleg meg fogom hagyni, mert ez ilyen egyedi. Amúgy nem, mert az angoloknak is ilyen szinte, de... Nem is hú, feketék leszünk, ami megtehetjük. Lábvédő nem kell. Invédő, bocsánat, mert ez a múltkor is megszóltak miatta. Ez nem lábvédő. Na. Nézzük. A futása nem rossz egyébként. Talán ezt nem rontották el annyira. Na szóval, tehát van ez. Ez se rossz egyébként, tehát ezt hozzáteszem, hogy ez se rossz. Ez is nagyon jó. Még ez is elmegy, azt mondom. Ez is. Komolyan mondom, ez az egyik olyan ló, amire azt mondom, hogy mindegyik sörény jól áll neki. Úgyhogy, hát egész jó, de viszont én nem akarom megváltoztatni a sörényét, mert szerintem ez így egyedi. Úgyhogy most eltűnök egy fél pillanatra, és akkor bemutatom mindjárt a nézését, meg a járását ennek a gyönyörűségnek.
Nos hát íme ez volt a Hannoveri, nekem elnyerte a tetszésemet igazából, nem számítottam most új lovakra, megmondom őszintén, úgyhogy most egy kicsit vissza kell fognom magam lóvásárlás ügyileg, mert egyrészt van vagy 5 kiedzetlen lovam eddig jelenleg, úgyhogy most vissza kell fogni magam, megfogy az SC is, úgyhogy megvárom a duplát, aztán majd valószínűleg bevásárolok még egyszer, de az még odébb lesz, mert szerintem nem mostanság lesz dupla. Úgyhogy írjátok meg a véleményeteket, hogy nektek tetszik-e. Kíváncsi vagyok ti, melyiket vettétek meg, vagy esetleg melyik tetszik. Írjátok meg azt is kommentbe. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!